Életek, történetek Ferencvárosból 25 percben. Heti portré. Köszöntöm kedves nézőinket, a mai heti portréban Kis Dórával, a Ferencváros úszónőjével beszélgetek. Dóra, most jöttél ki a vízből, mikor kezdtél el ma edzeni? Szokásosan ma reggel is 6-kor kezdtük az edzéseket, viszont most szerencsés helyzetben vagyok, mert minden negyedik héten egy úgynevezett könnyített hetünk van, ezt általában egy versennyel zárjuk, úgyhogy most kicsit kevesebb volt az adag. Az mit jelent, hogy kevesebb? Hát csak 3-4 ezer méter, tulajdonképpen egy ilyen bemozgás, délután lesz még egy kicsit morcosabb edzés, de ezek most már sokkal eseménydúsabbak, sokkal élvezhetőbbek, nem 6-7 kilométer, amit általában menni szoktunk. Másfél éves korodban tettek először téged ugye a vízbe, akkor még gondolom akaratod ellenére. Mi az legelső edzés, amire visszaemlékszel életedben? Nem is azt mondanám, hogy visszaemlékszem, hanem anyáik nagyon sokat meséltek, és tele vagyunk fényképekkel otthon, és van egy csomó felvétel, amikor 4-5-6 évesen versenyzem, és olyan érdekes, hogy én vagyok ott a videón, de egy kislányt látok, amit nem feltétlenül ismerek fel, mert annyi minden történt azóta. De a víz szeretete és az úszás szeretete továbbra is megmaradt, és az egyetlen törésen kívül soha nem ment el, úgyhogy nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy ez ilyen gyorsan megtaláltam úgymond azt a sportágat, ami nekem igazán bejön és szeretek. Mikor volt az az életszakaszod, amikor azt mondták rád vagy rólad, hogy te lehetsz profi úszó? Én az újpesti úszodába kezdtem, amit azóta bezártak, és onnan nagyon gyorsan átirányítottak a BVSC nagy úszodába. Én ott 1999-ben már leigazolt versenyző voltam, és hát az volt úgymond a kezdeti lépés, hogy soha nem úsztam tanfolyamba, hanem mindig is egyesületnél úsztam és edzettem, és szépen lassan elértem idáig, ahol most vagyok. Ugye először a hátúszás volt az úszó nemed, ez mi alapján dőlt el? Ez egy véletlen alapján. Azt hiszem, a gyermek országos bajnokságon. Igazából lyukas volt az egyik délelőttem, és úgy döntöttünk, hogy hát akkor úszunk egy 200 hátat, nehogy az legyen, hogy nem úszok semmit. És emlékszem, hogy az akkori edzőm, Nagy Péter úgy küldött csak oda, hogy úsztam le, lehetőleg ne legyek utolsó a futamba. És a mi legnagyobb meglepetésünkre sikerült megnyerni az országos bajnokságot. Soha nem foglalkoztam nagyon sokat a háttal ezután sem, érdekes módon, de mindig is ott van a háttérben, és bármikor elő lehet húzni és megpróbálni. És akkor végül is hogy került képbe a gyorsúszás? Milyen adottságok kellenek ahhoz, hogy valaki jó gyorsúszó legyen, és ez milyen módon áll szinkronban veled? Rólam mindig is azt mondják az edzők, akik ismernek, hogy nagyon dolgos vagyok, és elég jó a keringésem, és ez egy nagyon fontos szempont, főleg a hosszabb gyors számokhoz. Ezért kiskoromban nagyon sok 800-at és 1500-et úsztam, főképp ez volt a fő számaim, és ebbe versenyeztem nagyon sokat. Innentől jöttünk lejjebb, ahogy nőttem fel, és céloztuk meg a 400-at is, meg a 200-at is, de ez a keringés okozta előny, ez hozta be a gyorsúszást. És ugyanúgy a 200 pillangónál is hasonlóképpen ez hozta be, hogy a hosszabb számokat azt tudom vinni. Most pakolunk fel erőt, és próbáljuk meg átvinni, most már nem technikából oldom meg a versenyszámokat, hanem inkább erőből, és ezen dolgozunk, hogy ez minél sikeresebb legyen. Az mit jelent, hogy nem technikából oldod meg, inkább erőből? Tehát hogy kell ezt elképzelni? Mi történik pontosan a vízben? Hát amikor fiatalok vagyunk, mi nagyon sokat technikázunk, nagyon sok technikai elemet rakunk be az edzésekbe, hogy minél úgymond szebben ússzunk, mert ugye annak az előnye, hogy akkor gyorsabban is úszol, és a kicsik 14 éves korig sokan ebből úsznak igazán, mert nem lehet főleg a lányokra izom erőt pakolni még, és ez hozza meg azt, hogy gyorsan is siklunk a víz tetején. És akkor az erőből úszáshoz kell egyfajta kondíciót építeni ezek szerint? És ez milyen módon történik?
Hát legfőképpen súlyzós edzésekkel, mindenféle szárazföldi tornákkal, mi TRX-et is használunk, vázát, meg gumikötelet. Hát ez egy lassú folyamat, most barátkozom vele meg igazán. Én egy kicsit későn kezdtem el ezzel foglalkozni, de az amerikai egyetemen, ahol voltam, ott nem igazán ez volt a fő szempont, ott inkább az úszásra fektettük a hangsúlyt, és tovább vittük ezt a technikai úszás jellegű versenyzést. Úgyhogy most van egy váltás, és izgalmas. Ha már ugye szóba hoztad az Egyesült Államokat, ugye a Missouri Állami Egyetemen tanultál és úsztál. Mennyi ideig voltál kint pontosan? De én bő 4 évig kim voltam, és elvégeztem a tanulmányaimat, úgyhogy mondhatni friss diplomás vagyok. Milyen módon foglaltatod bele az életedbe az úszás, ameddig kim voltál? Ez nagyon jó rendszer van kint Amerikában, mert ott az egyetem színeibe lehet versenyezni, és ezért nagyon sok sportösztöndíjat írnak ki, és minden sportágban lehet jeleskedni az egyetem színeibe. A tanárok ezért sokkal jobban elnézik azt, hogy nekünk edzésekre kell járni, jobban összeegyeztethető az órák és az edzések. Nagyon, nagyon jó a rendszer, ami ki van találva. Itthon nem biztos, hogy meg lehet oldani azt, hogy valaki magas szinten egyetemre járjon és magas szinten ússzon is. Volt kint edződ? Igen. 3 edzőm is volt. Ugye a főedzőnk vezette nekem főképp az edzéseket. Ő vitte úgymond a hosszú csoportot, ahova én mindig is tartoztam a számaim miatt. Kint az 500 gyorson, 200 pillangón és 200 gyorson versenyeztem. Nagyon sikeresen, nagyon sok egyetemi csúcsot, szerintem még ma mai napig megvan 5-6 egyetemi csúcsom, amit én tartok, és ott kim van a falon. Ez jó visszanézni, néha kapok fényképeket, hogy régi ismerősök ott járnak, és akkor még mindig ott van a nevem a falon. Reméljük, ez megmarad sokáig. Igen, reméljük. Hogy nézett ki egy napod az Egyesült Államokban, amíg ott tanultál az egyetemen? Hasonlóan nézett ki, mint itt, mintha egy gimnis napja tulajdonképpen, csak egyetemi hallgatásokra jártam. Ott 6:30-kor kezdtük az edzéseket, és reggel csak egy vízi session volt, és utána mentem iskolába. Változó, hogy hány órám volt, azt mondom, hogy mondjuk 2 előadást hallgattam meg, ami mondjuk 1,5 órás. Voltak nagyobb, meg kisebb óráim, a kisebb létszámú órák, azok inkább ilyen beszélgetős tanárral, összhangban, tulajdonképpen már használjuk azt a tudást, amit megszereztünk, és voltak 4-500 fős óráim is, ami tulajdonképpen csak arra ment, hogy a tudást valahogy átadják nekünk. Ezután mentem vissza az uszodába délután, és ott volt egy vízi, meg egy szárazföldi rész. Ez egy 4 órás edzésnek felelt meg, és onnantól kezdve szabadidő és tanulás, minden, ami egyetemistát érdekel. Miután befejezted a tanulmányaidat, meg lett volna lehetőség, hogy kimaradj? Lett volna lehetőség, viszont egyetem után ott az úszás nagyon nehéz folytatni. Itt megfordul a magyar viszonyhoz képest, mert ott nem igazán támogatják tovább az úszókat, hanem ott az egyetem a csúcspontja, és nagyon sokan abba hagyják az egyetem után, és elkezdenek igazán dolgozni és építeni a karrierjüket. De én még nem éreztem úgy, hogy abba szeretném hagyni, úgyhogy hazajöttem, és itt a Ferencvárosban találtam meg a helyemet. Továbbra is az itthoni edzőmmel, Bernhard Kristoffal dolgozom, akit most már egy jó pár éve ismerem, és úgymond dolgozgatunk együtt. Ő kint, ami kim voltam, akkor is nagyon sok tanáccsal látott el, és próbált úgy beleszólni, hogy hogyan is haladjon a felkészülésem. És igazán most június közepén kezdtünk el együtt dolgozni, végre úgy, hogy nap mint nap lát, és látja, hogy mit csinálnak a vízben. Könnyű volt a hazatérés? Könnyű volt visszaállni a hazai viszonyokra? Hát én már vágytam haza, azért 4 év nagyon hosszú idő, hiányzott a család, a barátok, úgyhogy eleinte nagyon élveztem, hogy itthon vagyok. Jó volt újra ebbe a közegbe bejárni, és úgy visszatérni úgymond a gyökereimhez. Most már úgy vagyok vele, hogy kicsit hiányzik Amerika, és ott kialakítottam egy szokásrendszert. Én 18 évesen mentem ki, és mondhatom azt, hogy igazán ott nőttem fel, mert amíg gimnáziumba jár az ember, addig jobban a szüleire hagyatkozik, és a döntésekbe ugye belevonja jobban a szüleit, de amikor kimentem, nekem ez megszűnt, és hiába próbáltunk Skype-on meg itt-ott beszélni, azért nem ugyanaz. És sok hirtelen döntést nekem kellett meghozni. Például?
Hát bármilyen egyetemmel kapcsolatos, akár pénzügyi gond, hogyha jött, vagy óraszám, hogy nem úgy jött be, hogy elcsúsznék az egyetemen, vagy esetleg milyen órákat vegyek fel, vagy bármilyen konfliktus az edzővel, vagy barátokkal. Nem volt az a hazajövök, és akkor megbeszélem anyával, és ő tanáccsal lát el, hanem ott azt nekem helyben meg kellett oldani. És ezzel mondom, hogy igazán felnőttem, és most érdekes visszaköltözni anyáékhoz, most otthon lakom egy ideig, és érezzük is azt, hogy egy kicsit megváltoztam, és másképp sokkal önállóabban csinálom a dolgaimat. Könnyű minden reggel ilyen korán felkelni és elindulni? Gondolom, vannak az embernek ugye ilyen holtpontjai. Mi az, ami átvisz ezeken? Igen. Hát a reggeli kelések sose könnyűek, de szerencsésnek mondhatom magam, mert viszonylag könnyen ébredő vagyok. Nekem inkább akkor ér a holtpont, amikor itt be kell ugrani a vízbe, és az hideg, főleg télen, amikor hideg van kint, nem kívánja az ember, hogy még a hideg vízbe is beugorjon. Ilyenkor itt helyszínen az edzőm, meg a csapattársam azok, akik igazán bátorítanak, és ahogy csináljuk együtt a munkát, úgy szépen mindenki összekovácsolódik, és csináljuk együtt, és akkor könnyebb közösen áthaladni a nehézségeken. Otthon pedig a szüleim, meg a húgom azok, akik támogatnak, meg tudunk beszélni mindent, és mindenféle módon próbálnak támogatni, ahogy csak lehet. Ha már így említetted a csapatot, hogy mennyire támogatjátok egymást, milyen itt a hangulat a Fradiban az úszók között? Mert ugye az úszás az végül is egy individuális, tehát egy egyéni sport. Hogy vagytok ti mégis csapat? Érdekes ez, mert mi nem igazán nézzük ezt egyéni sportnak. Igen, amikor kisétálok a rajtkő mögé és versenyzem, akkor egyedül vagyok, de ezen kívül minden csapatba oldunk meg, és nagyon kevesen edzenek egyedül, mert nagyon nehéz. Az úszás egy nagyon melós sportág, nagyon sok munkát el kell végezni hozzá, és azt nagyon nehéz megcsinálni egyedül. Nagyon sokat számít, hogy nap mint nap itt vannak ugyanazok az emberek, és örülünk együtt, amikor valakinek jól megy, próbáljuk buzdítani a másikat, amikor nem megy jól, és ezek nélkül szerintem nem is lehetne. Az előbb említetted, hogy az úszás az egy nagyon melós sport, tényleg nagyon sok akadályon keresztül kell verje magát az ember, akkor mi adja azt az erős motivációt, hogy ezeken a dolgokon keresztül menjél? Szerintem sok mindenből lehet motivációt meríteni, legfőképp ugye a versenyek, a világversenyek, amire esetlegesen ki lehet jutni és ott jól szerepelni, de a nap mint nap elvégzett munka is nagyon fontos szerintem. Pont azért, mert ilyen melós sportág az úszás, ezt nem lehet úgy csinálni, hogy valaki nem szereti, és igenis nem szeret lejárni és úszni. Úgyhogy szerintem a sportág szeretete az, ami sokszor átlendít igazán a holtpontokon. Mert érzem is magamon, hogyha kihagyok egy-két napot, akkor már úgy hiányzik, és hiába valamikor nem kívánom az egészet, de amikor otthon ülök, akkor már megvan a gondolat, hogy hát mennék úszni. Melyik volt az eddigi legemlékezetesebb versenye? Tehát amelyikre a legszívesebben gondolsz vissza? Ugye azért jó pár eredményed van. Igen, nem is tudom melyiket emeljem ki, mert azért volt egy pár, inkább többet említenék meg. Az első, egyik legnagyobb sikerem az Aranyüst nemzetközi úszóversenyem volt, amikor úgy először igazán az országnak a csúcsára léptem korosztályosan, ott több számba is én voltam az országban a legjobb, és sikerült legyőzni olyan ellenfeleket, akik eddig úgymond mumusok voltak nekem, és én sokszor örökös második, meg harmadik voltam, és itt 15 évesen azt hiszem, vagy lehet, hogy hamarabb is, 14 évesen jött el az a pillanat, hogy most már én voltam a korosztályomban a legjobb, és ott az nagyon megvan, de még mai napig sokszor visszaemlékszem arra a pillanatokra, hogy ott voltak a szüleim, az egy nagyon jó emlék. Ezek külön másik, pár évvel később, amikor ifjúsági korosztályú voltam, és ugyan nekem már az ifjú korosztály előtt is volt egy ifjú EB szintem, de kicsi ifiként általában borzasztó nehéz feladat ifi EB szinteket úszni és kvalifikálni magunkat arra a versenyre, ez egy nagy vízválasztó az úszó karrierjébe, és nekem volt 5 darab ifi EB szintem, ami nem mindennapi, és ott nekem az nagyon nagy löketet adott, hogy igenis ezt csinálni kell, és itt lehet nekem keresni valóban ebbe a sportágba. Ha már említetted a riválisokat, milyen kapcsolatod van a riválisaid? De például Kapás Bogival így emberileg jóba vagy?
Hát mi a Bogival együtt nőttünk föl, ugye ő is sokáig a BVSC-ben úszott, és kiskorunk óta együtt úsztunk. Nagyon jóba is voltunk, volt többször, hogy nálunk aludtam régebben, meg előfordultak ilyen úgymond bandázások. Most már egy kicsit eltávolodtunk, de ez inkább abból adódik, hogy ugye én kimentem Amerikába, és az itthoni kapcsolatom egy kicsit meglazultak. És mindenkivel így van, nem csak a riválisokkal, több barátnővel is egy kicsit újra fel kell venni a kapcsolatot, és kiépíteni ezeket a barátságokat, mert azért 4 év az megviseli ezeket a barátságokat. Ugye a gyorsúszó számok azok, amelyekre tényleg az úszáson belül az egyik legnagyobb figyelem összpontosul nemzetközi szinten. És gondolom elég nehéz beverekedni magát az embernek a nemzetközi élmezőnybe ebben a nemben, ami nincs kifejezetten a hazai sikeres úszásnem, vagy azért nagyon sikeres úszásnemek között. Igen, nehéz. Viszont én azt mondanám, hogy minden úszásnemben nehéz odaérni. Azért a nemzetközi elit az már egy olyan szintet képvisel, ami mindenkinek egy feladat, és nehéz meglépni. Általában ifi korosztály után, amint egy úszó felnőtt mezőnybe bekerül, ott jó pár évig meló van, és meg kell várni azt, amíg esetlegesen oda lehet érni. Én is most ebben a stádiumban vagyok, és nekem is el is húzódott ez egy kicsit Amerika miatt, mert én ott egy kis hitérőt tettem. Reméljük ebbe a szezonba, meg a közeljövőbe sikerül igazán meglépni ezt a lépést. Szerintem jó úton haladok, de meglátjuk a következő versenyeken, hogy sikerül is-e. Ez mit jelent? Mik a céljai? Tehát hogy látod pontosan az elkövetkezendő éveket? Idén ugye vizes világbajnokság van itthon, ezért az egész úszóvilág ezen pörög, és mindenki ott szeretne lenni. Nem titkolom, hogy én is, viszont ez egy nagyon nehéz feladat. Abból, amit nekem fel kellett építeni nyár elejétől, nekem nagyon sok hiányosságom van, vagy volt, az egyetem után, és meglátjuk, hogy sikerül-e ezeket áthidalni, és fölvenni a versenyt a Magyarország elitjével. Áprilisban lesz a országos bajnokság, és arra készülünk most elsősorban, és utána nem sokkal hoznak döntést, hogy milyen világversenyek vannak. Több ilyen világverseny is képbe került most nekem idén. Nem szeretném egyelőre előrni, hogy esetleg melyiken lehetek ott, mert meg szeretném várni a hivatalos döntést, de úgy látszik, hogy jók a kilátások. Vannak hosszabb és rövidebb távú gyorsúszó számok. Az hogy alakult úgy, hogy te inkább a hosszabb távokra specializálottál? Miért nem a rövidre? Hát ez igen kiskorban alakult ki, hogy ugye említettem, hogy a jó keringésem volt, és úgymond könnyebben vittem a hosszabb távokat. És most, hogy már egyre idősebb vagyok, ez tolódik is el, és inkább rövidebb támokat kezdek el úszni. Most már bejött a pillangó, meg újra kezdtem háton is úszni, és inkább ezekre tesszük most már a hangsúlyt. Meglátjuk, melyik ér oda igazán, de valószínűleg nem a hosszú gyors számok lesznek azok, amiket választani fogok. A profi úszóknak az életkora egyre inkább kitolódik. Ez mit jelent pontosan? Te hogy látod? Hány éved van még körülbelül? Nem most tudom azt megmondani, hány évben van sok. Most már többször 30 évesen is ott lehet lenni az olimpián, és jó eredményeket is lehet elérni, úgyhogy nem érzem úgy, hogy bármiről el lennék késve. Akár egy, akár két olimpiai ciklust is végig lehet csinálni, nyilván attól függ, hogy az ember mennyire motivált, mennyire szeretné ezt csinálni. Azért én most már elég régóta úszom, úgyhogy meglátjuk, hogy meddig viszem el. Egyelőre töretlen a motivációm, és szeretnék ezzel foglalkozni, minimum ebben az olimpiai ciklusban, és utána meg meglátjuk. Volt a múltban, vagy esetleg van esetleg a jelenben példaképed? Úszó példaképed? Példaképeim mindig vannak az embernek, és sokáig Egerszegi Krisztinára gondoltam, de mostanában hosszú Katinka az, akire igazán felnézek, és ő hasonló utat járt végig, mint én, és szeretem megragadni azt, hogy ugye ő is Amerikában végzett egy egyetemen, és utána hazajött, és a férjével, az edzőjével megtalálták egymást, és elkezdtek egy kőkemény mellót, aminek most már látszik a gyümölcse. És tulajdonképpen én is hasonló cipőbe járok, mert amíg kint voltam, akkor ismertem meg az edzőmet, Bernard Kristófot, és most, hogy hazajöttem, tudunk igazán együtt dolgozni, mert az nem munkakapcsolat, hogyha a Skype-on elmondja, mi az edzésén, meg bemegyek az üres úszodába és leúszom.
mert rengeteg ilyen volt. Úgyhogy meglátjuk. Vannak konkrét céljaid az úszással, amit mindenképpen el szeretnél érni? Vannak konkrét céljaim, nem biztos, hogy ezeket ki is akarom mondani. Biztos minden úszónak ott lebeg a szeme előtt az a cél, amiért nap mint nap küzd és elvégzi a munkát. Ezt nem biztos, hogy elárultam. Oké. Egyszer el fog jönni majd az a pont, amikor abba hagyod az úszást nyilván, ugye? A profi úszást. Igen. Hogy látod, mi lesz utána? Hát nekem nagyon határozott elképzeléseim vannak. Azért is voltam szerencsés az amerikai egyetemmel, mert én tudtam, hogy én mindenképpen tovább szeretnék tanulni. Mindig is jó tanuló voltam a gimnáziumban, és az egyetemen is szinte tökéletes átlaggal fejeztem be, ahol én pszichológia és kommunikáció szakot végeztem el, de emellett tettem edzői, meg más hasonló órákat is, mert egy sportpszichológiai karriert szeretnék kiépíteni magamnak. Valószínűleg, hogyha aktívan már abba hagytam az úszást, akkor fogok tovább tanulni, mert szeretnék egy masters és egy doktori szintre is eljutni ezen karrieren belül, úgyhogy mindenképpen sportpszichológusnak látom magam. Mi a legnagyobb álmod? Fuha, nem tudom. Szerintem több álma van az embernek, és nincs ilyen, hogy legnagyobb, hanem ezek inkább ilyen célok és álmok vegyítése, és az élet minden területén kell, hogy legyen. Nyilván én is szeretnék majd idővel családot, szeretném, ha az úszásom kiteljesedne, szeretném, ha befejezném az egyetemet, meg a tanulmányaimat, és el tudnék helyezkedni egy klubnál, vagy bármilyen sportszervezetnél, ahol tudok sportolókat segíteni a továbbiakban. Úgyhogy sok álmom van.